Előzetes letartóztatásba helyezte hétfőn a bíróság Tanyi Györgyöt, a fővárosi éjszakai élet egyik ismert alakját, miután szombatra virradó éjjel gázpisztollyal lövöldözött az egyik belvárosi szórakozó helyen. Az ügyészi álláspont szerint Tanyi összetűzésbe keveredett a klub néhány vendégével, és ezután kezdett el lövöldözni. Tanyi ügyvédje szerint valójában az ügyfelét támadták meg. Ő véletlen akaratán kívül, hát nyilván nem volt teljesen józan, neki dőlt egy asztalnak, mert neki is lökték, abból jött az első úgymond verekedés, ahol ő abszolút úgymond csak sértett félként került, hiszen őt verték meg. Ő ugyan valóban kiment, de azért ment vissza, mert féltette a vejét, aki bennmaradt ezen a bizonyos szórakozó helyen, és attól tartott, hogy esetleg őt bántalmazzák, és ezért ment vissza. Mikor visszament, akkor valami sörös üveggel a kezébe odalépett hozzá valaki, és úgymond riasztásként adta le ezeket a lövéseket. Hányan voltak azok, akikkel összetűzésbe keveredett? Ezt ő pontos számot nem tud mondani, egy asztaltársaság volt. Ő azt mondta, hogy 3-4 ember volt, aki úgymond meg is támadta őt, de állítólag 80 ültek ennél az asztaltnál. Az ügyfelem elsősorban az arcán szenvedett sérüléseket, jól láthatóan a száján és az arc egyéb területein is, amiket mondom, a látlelet rögzít. Van olyan sérülés, amit nem rögzít a látlelet, mert hát sajnos azt kell mondjam, nem volt elég alapos ez a vizsgálat. Testszerte vannak bántalmazás nyomai. Most be is utalták az urológiára, mert olyan sérülései is van, amit az urológia fog majd rögzíteni. A 47 éves férfit felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsítják, akár 1-től 5 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik.